igazából, hogy egyrészt Márton Richárd százon milyen formában van, másrészt pedig, hogy Németh Nándor, ugye a gyors és a hátúszó számok után most pillangóra milyen kirándulás tervező volt a kellemes meglepetése a délelőttnek, hiszen Németh Nándor 52-96-ot úszott, ez neki értelemszerűen egy nagyon komoly egyéni csúcs, viszonylag ritkán úszta eddig a 100 pillangót. De menjünk szépen sorjában, Bagi Zoltán érkezik az 50 méter hatodik helyezettje az egyes pályára, tiszaújvárosi illetőségű, de már a BVSC Zugló kötelékében, csak úgy, mint klubtársa Magda Boldizsár, aki tavaly tagja volt a junior VB-n Peruban a 400-as mixed gyorsváltót megnyerő együttesnek. Márton Richárd tavaly negyedik volt 100 méteren, itt pedig már ugye egy olimpiai szintet elért 200-on, ezüstérmes volt. Milák Kristóf a legutóbbi három országos bajnokság győztese 100 pillangon, ő az országos rekorder, egyértelmű esélyesedik, három aranya, két ezüstje van az OB-n. Németh Nándor már a 400-as vegyes váltóban egyszer tesztelte a tudását, akkor ő úszta a BVSC-nél a 100 pillét, nem is rosszul, 53-on belül, mint ahogy délelőtt a selejtezőben is. Pető Bence a hatoson, a hódúszó ese versenyzője, 55-dik volt. Egy győri versenyző, Andor Benedek a hetes pályán, és a szélső a nyolcas pályára Mizsei Márk érkezik, az előző bajnokság nyolcadik helyezettje. Ő is döntős volt 200-on, némi meglepetése ott negyedik volt, tehát nagyon előkelő pozícióban tudott végezni Mizsei. A Vírt Balázs csapatnak eddig 8 aranyérme van itt az OB-n, Milák 3-at, Zombori Gábor 2-t, Kapás Boglárka ugye 4 vegyes mellett a 200 pillét is megnyerte. Elégedetten figyel Fábián László a MOB főtitkára is, hiszen szépen gyűlnek az olimpiai kvóták. Lehet, hogy egy újabbat fog jó egy perc múlva ünnepelni a magyar úszósport. Férfi 100 méteres pillangóúszás döntő a nagy esélyes Milák Kristóffal, természetesen a négyes pályán, aki délelőtt a legjobb időeredményt úszta, ő az Európa rekorder, mellette a hármason klubtársa, szintén a budapesti Honvédban úszó Márton Richárd, és Németh Nándor pedig, aki ugye alapvetően gyorsúszó, itt most pillangón tesz egy kísérletet az esetleges országos bajnoki éremszerzés felé. 54 éppként délelőtt 24-42 volt Miláknak a részideje, ahogy az várható is ilyenkor ennél lényegesen jobbat úszik, 24-en belül fordult át Milák itt a 100 pillangó döntőjében. 51-67 az olimpiai szint, nyilván ez azért a tervek között szerepelhetett, amikor beszélgettek Virt Balázssal és Milák fölött egyel. Márton Richárd érkezik a második helyen, ez is nagyjából a papírforma, nagyon szépen megszorongatja Márton Ricsi, azért Milák Kristófot, aki megnyeri ezt a versenyszámot. Nézzük az időeredményét, 50-en picit kívül, 50,8-et megvan, tehát az újabb olimpiai szint. Márton Richárd pedig 51,7-del 300-addal elmaradva az olimpiai szinttől. De Szabó Szebásztiánt megelőzi a VB kvalifikáció szempontjából, marad így Milák és Kós az első két helyen, de nem tudom, hogy mi van a kapitány fejében. Elképzelhető, hogy a két pillangó specialista indul majd Fukuokában, ez ha minden jól alakul, akkor már lehet, hogy a mai este folyamán kiderül, hiszen Sors Csaba azt ígérte, hogy már elképzelhető, hogy szombaton este kihirdeti a keretet, amibe bekerülni még be lehet, hiszen maradtak még kvalifikációs versenyek, de kikerülni már hirdetett csapatból nem lehet. Milák Kristóf egy újabb papírforma győzelmet arat, ráadásul remek időeredménnyel, úgyhogy szívből gratulálunk neki a negyedik bajnoki címéhez itt Kaposváron. Minden négyet ugye egyéni számban gyűjtötte Kristóf, ő lesz ezzel, ha csak az egyéni számokat veszük figyelembe, akkor messze a legeredményesebb úszó Márton Richárd, az ezüstérmes. Két klasszis, tehát lehozza ezt a döntőt, Németh Nándor pedig 52-86-ot úszik, úgyhogy harmadszor is ezen az OB-n be tud kerülni 53 másodperc alá, ő a bronzérmes 100 pillangón.